Örülök finekben gazdag szép jó estét kívánok. Megérkezett ismét a szerdai Tavernbrawl, úgyhogy szerintem nézzünk is meg, hogy mi ez. Mivel ma még nem voltam Twitch-en, ezért nem tudtam most a Twitch-et elspoilerezni, hogy mi a játék. Lássuk. Ebben a mörlokos témában úgy tűnik belenyúltam elég szépen. Valéra lenyúlta minden kasznak a spelljét, és megtöltötte a deckünket, és hogy mindegyik spell egy random lényt fog idézni. Ugyanazért az árért, amiért kijátsszuk. Hát, ami azt jelenti, hogy egy full random paklink lesz, full random lényekkel, tehát ez gyakorlatilag a dupla random Tavernbrawl, hogyha akarom. Yeah. Remélem, hogy kapok druid lapokat, ugyanis jó, és mindenki valéra lesz. Hát ez nagyon jó, olyan jó lenne, hogyha róg küldetésem lenne, akkor ezt a Tavernbrawlt nagyon lehetne élni. Szóval azt hiszem, itt a spelleket itt most simán lehet tolni, bár mondjuk én a Shadow Flame-et azt meghagynám. Azt a Communion. Szóval azért mondtam, hogy remélem, hogy lesz druid lapom, mivel druid küldetésem van. Ugye az egyik, ahogy látszott az elején, úgyhogy annak örülnék, hogyha abba bele lehetne játszani, de most csak ezért nem fogom valószínűleg kidobni az Astral Communiont. Na, melyiket játsszuk ki? Ó, hát akkor ezt így betolom arcba egyből. És taunt. Na. Az a baj, hogy nyilván nem beast lesz. Ó, megjött a Tiny Finn. Wow. Wow, és Fist of Jaraxxuson van. Hát ez igazán csodálatos. Jó az a Vanish. És leszedi. És ő ölte meg a Murloc Tiny Finn, nem én. Nem én ezt szeretném jelezni. Oh, Nether Spite Historian. Hát ez igazán jó. Szép. Na. Az Astral Communion tényleg nem játszom ki. Ezt viszont így játolom így. Ferisztetjú, hát ezzel tényleg sokra fogok menni. Jaj. De az Earth Shock az egész jó. Az Earth Shock nagyon jó. Deadly Shot, Earth Shock. Ja. Moróz, hát mi mást kapott volna, mint Morózt? Hát természetesen. A Silence-szel vajon... Ho-ho-ho. Szóval a Silence a Frostot leszedi-e róla? Lehet. Lehet. Tökéletes. És akkor arc. Mit cseréljek meg? Hát, ja, csak a spell miatt, hogy legyen még egy lényem. Tökéletes. Ennél jobb nem lehetett volna. Ha, skodálatos. Demon Heart. Ez így nem jó, viszont a tauntot nem fogod tudni leszedni. Azzal, ami a bordon van. Ez kevés. Ez kevés. Jó. Tökéletes. De az ingyen pakliért megdolgoztunk, és még az Astral Communion se kellett kijátszani érte. Wow. Ott a pakli, ott a pakli. És egy másik küldetésemben játszottam bele. Játszunk még egyet ezzel, én azt hiszem. Azt hiszem, hogy nem lesz olyan, mint a top 2 meg a top 3-as Tavernbrawl, hogy rengeteget játszom vele, de azért... Lehet, hogy majd még szórakozok, meglátjuk. Nyilván egyáltalán nem skill-es Tavernbrawl.
Ez van. De a tevőmről úgyis csak a szórakozásról szól alapvetően. Csinálok egyébként egy videósorozatot arról, hogy hogy milyen a játék, amikor kezdi az ember, és most tűnt csak fel, hogy tevőmrólozni nem lehet, amíg valamelyik hírónk el nem ér a 20-as szintet. Ez mondjuk szomorú, egy picit úgy érzem. Kijátszom a coint, akkor én is Murloc Tiny Fint kapok vajon, vagy Wispet? Mondjuk Renounce Darkness-t kijátszom, azért az egész jó. Szerintem ezt megjátszom most, tehát mi történhet? Ó, Tiny Fint. Wow! Az a baj, hogy ugye nincs kalózunk, viszont ő most itt beleüti magát, akkor az nésebb. Ami nekem nem baj. Oh. Most gyilkos vagyok én, hogy beleüssem a Murloc Tiny Fint? Most adok neki plusz 3 atakot, az semmi. Ja, és közben priest lettem. Most az a baj, hogy ő szívtelenül le fogja szedni, de inkább ő szedje le szívtelenül, mint én. És most ez csak a... Ez most csak a lapúzás miatt játszottam ki egyébként, és Prophet Velen. Azért az nem lesz olyan rossz. Ne öld meg! Szegény Tiny Fint. Tudtam volna, hogy erről szól a mai tevőmről, nem így kezdtem volna a beköszönést, de hát most ez van. És kaptam újat. Betrayal. De Betrayal-lel semmit nem érek, viszont ez szerintem simán megjátszható. Hát legyenek is jó terveid, meg nagyok is. Ő itt a value, vele fogunk nyerni. Meg az ambussal persze. Itt el lesz 4-4-es Nerubianokkal. Áj, de olyan nekem is van. Na akkor ezt vigyed, majd én mit adok. Charge! Charge! Az mondjuk nem semmi, viszont miért van nekem power shotom, ugye? Vagy inkább slameljem le. Ja nem, az nem slam. Elnéztem. Sutty. Hát ez így jó lesz. Au! Ez csúnya volt. Szegény Shield Bearer. Még csak alig idéztük meg, és már is kipukkant. Raid Leader. És ezt honnan szedted a paklin volt-e? Resurrect? No. Hát, sose jött még ennyire jól egy Betrayal egyébként. Tökéletes. Jó. Na most melyiket öli meg? Az a baj, hogy mind a kettőt. Na, tauntunk már van és Tiny Finnünk is, viszont őt muszáj leszedni, őt nem lehet hagyni. Szegény Shield Wearer. Nem baj, de van Tiny Finnünk és az jó. Ó, na már. Hoppá. Jó. Az nem rossz. Az egyáltalán nem rossz. Azért van egy kis lapelőnyem, viszont nekem most lesz egy 5 manás lényem. Tökéletes. Most jó lenne, hogyha Not the Pagel-t fel tudnám healálni, vagy... Wow. Jó lenne, hogyha Murloc Tiny Fint visszatérne. Jó, sok lesz ez már.
Le akarod szedni? Hát kérlek. No. Hiába adsz egy baráti meknek bármennyit. Prophet Velen Fireball, az ugye... Az 12 arcba. Az jó lenne. De szerintem én most őt meggyógyítom. Az az első. Amit megjátszom. És... hát most... Van ennél jobb játékom? Ez nem jó. Most... Húzhatok egy lapot, hát a két manáért, de akkor meg már inkább őt. Hát, igen. És nyilván ő fog jönni arc felé, tehát hogy... Az egy teljesen egyértelmű lesz. Shadow Madness, hát igen. Hungry Dragon. Na gyere, szedje le mindent. Nyilván. Stormcrack. Na jó. Sok lesz itt már a játék tényleg. Azt hiszem muszáj lesz az egy Fireball-la beérnem. Hát ez így mindenképpen, vagy van jobb ötletem? Szerintem nincs. Jó. Ez elég jó. És szerintem ez most ennyi, amit én el tudok érni. Ez megy arcba, nem tudok jobbat. Jó. Még nem vagyok halott, bárhogy számolom. Ez a crash, ez viszont csúnya. Hát ő besüllyedt a homokba. Remek. Lehet, hogy nem jártam jól én ezzel a Renounce Darkness-szel az a helyzet. Elég szép széles bordja lett tőle. Jó. Mármint nem attól, hanem... hanem attól, hogy nyilván nem játszottam ki semmi olyat, amit kellett volna. Vagy amit lehetett volna. Ez jó. Aha, és ez. Na hát ennél jobb comebacket most így nem tudtam produkálni. És kettővel meg az 1-2-es szedtem volna, annak meg semmi értelme nem volt, úgyhogy ezért mentem arc felé. Na most az Anything Can Happen, vagy az Everything is Awesome lenne a nem olyan rossz. Ó, és leszedi szegény Crusader-emet. Au! És Tissolti. Wow. Ez egy egész jó kombináció volt, amit Firework barátunk előadott. Na, én is kaptam egy Darnassus Aspirantot, azt hiszem azt. Igen. Mondjuk lehet, hogy a 6-4-et kellett volna inkább, ez mondjuk hülyeség volt tőlem. És most fog az jönni, hogy én magamra rakok 8 armort. Vagy... De ez. Jó. És mit csinálsz? Aha, Death Rattle. Az úgy azért csúnya, mert így kettő... Au, ez így nagyon csúnya. Hogy hirtelen két mana kristályt vesztettem. De most kéne valami területi, csak hogy ilyen a Priestnek az eszköztárában nem annyira van. Na, és a Volcanic Drake ugye már megtett, amit megkövetelte haza. Az ambush meg nem tud.
Entomb. És kit akarok entombolni? Ó. Őt. Nyilván. Őt leszedjük. Önkon pedig gyógyítunk. Azt hiszem ez volt a legjobb, ami történhetett most ezzel a borddal. Jó hosszú. És Stormwind Champion. Flame Tank Totem. Na és így meghaltunk, én úgy érzem, ha... Bár nem. Ha csak nem tud valamit nagyon kitalálni. Ez nem annyira rossz. Most tényleg legyek ennyire aljas, de hát ez van. Így is meghaltam egyébként. Tehát így sem állok jobban. Mert ez... Te hülye vagy. Te nyertél volna, ember. És Wisp. Jó. Akkor már, hogy négyel arcon verjem. Nyilván nem. Úgyhogy ez most így megtörténik. És az viszont így tökéletes. Ez az előbb elszámolta. Tehát 12 HP-ba voltam, és 6 darab 2-2-es streetje volt kint. Ami azt jelenti, hogy nyilván meg tudott volna ölni. A matematika mai állása szerint, tehát ez... Ezt miszletálnak hívják. És most arcba ütsz kettővel. Ez nem olyan rossz. Jó. Szakadjál már meg komolyan. Na hát, ismét egy kombó. Nem mondom azt, hogy visszajöttünk a boardon, mert hát a Wisp az Wisp. De mondjuk a Dragon az nagyban hasonlít. És még egy Firelands portál. Igen. És arccal? Jó. Most olyan jó lenne felhúzni még egy Firebolt, vagy valami hasonlót. Esetleg a Firelands portál csak azért nem, mert az drága. De Can of Cold az nem olyan rossz. Ezzel most túléltünk még egy kört. Azt nem mondta, hogy van még egyed. Basszus. Így könnyű. Nem már. Na, ez mondjuk most csalás. Tehát az, hogy ő a Tisztelt-ből húzott egy csomó a legeslegjobb spellt egyébként, ami lehet a pakliában körülbelül. Ez jó. És mivel járok jobban? Ha 2-2-t adok rájuk, azzal nem. Prophet Valent kirakom, azzal sem. Ha Inspire-lök, akkor ugye egy 1-1-est lehoz, semmi értelme. Tök mindegy, mert így is úgyis meg fogok halni, tehát bár ezzel, ha 2-2-t adok rájuk, azzal csak egyet tud leszedni, akkor is belehal. De tök mindegy, így is úgyis meghaltam, tehát teljesen lényegtelen. Ha az még egy taunt lett volna, akkor esetleg. Na, és van egy Nerubianusom. Még egy.
Jó, ennek ellenére halott vagyok ám. Tehát most ott a Starfire, a Spawn 10. Na jó, elég hosszú volt ez a Tavernblow most, azt hiszem, úgyhogy szerintem én ezt most így be is fejezném. Sikerült két druidlapot is kijátszanom, és Warlockból egy nem túl sokat. Na jó, úgyhogy szerintem ennyi lett volna most ez a heti Tavernblow, játszatok vele, mert hogy vicces tud lenni, hát a többit megláttátok. Na jó, örülök, hogy megnéztetek, sziasztok! Azt hittétek, hogy elmarad a paklibontás, mi? Na jó, nem, ezt kibontjuk. Na hát, és kaptunk ismét 40 dust-ot a Blizzardtól. Igen, na jó, úgyhogy akkor ez most tényleg ennyi mára.